Sziasztok, én Kodi vagyok! Sziasztok, én Dévők, és ez nem más, mint az ORK! Folytatjuk itt a kis túlélést. Na, hát fejlődni kéne, hogy meglegyen a nyereg a Petrára. Ugye, igen. Nekem egy, hát ez egy himparaszaur, kéne szerezni egy nőstényt, és akkor tudnánk menni verekedni keményen. Ja, kéne. Addig, hát addig van egy bunkó, az ugye elég ahhoz, hogy leüssük, azt hiszem. Ja, meg kis narkoberi szolgazav egyetlen, nem lesz narkó, nehéz. Ja. Menjünk vissza ugyanoda, ahol leszerítettük, hát ez szerencsénk lesz, vagy nem nézzünk el erre. Why not? Jó. Te meg akkor jössz gyalog, amíg nincs más paraszaur. És akkor addig úgy verekszel. Ott egy raptor. Na. Oké. Megfordulunk. Ami közben történt, hogy amíg itt szerencsétlenkedtünk, addig leesett mellénk egy kék drop, és volt benne kristály, ami itt van a paraszaurban, ami kell a távcsőhöz, hogy lássuk, hogy ki hanyas. Szóval az a raptor az nem biztos, hogy ijesztő. Az jó lenne. Csak nem tudjuk, hogy hanyas, ugye? 2 kristály, 10 bőr, fiber, meg fa, szóval ez már kész is van. Ja. Akkor csinálj meg 2-t. Jó, akkor már nincsen kiváló húsunk. Sütve van. Azt hiszem, ez is jó. Meg mondjuk 5. Láttam erre kis dodókát, akkor minden, ami pici dob, kiváló húst? Hát lehet. Itt egy táska, VTF. Te hagytad el? Ó, Jézus. Ez nem a parasúrból esett ki, vagy valami ez? De, kidobáltam belőle sok minden, de hogy így... Hát az akkor ez lesz, az... Nem kell annak dobozba kéne lennie, nem pedig. Ja, minden, ami kicsi dob, kiváló húst. Ez nagyon érdekes. Én úgy belenéztem, hogy kifogyott a játék. Shit. 13-as raptor, egyáltalán nem egy nagy cucc. Az nem. Spino az 10-es. Az se sok, de azért nem rossz. És a Baryonyx, igen, az a két éltű. Az meg 57-es. Az egész jó. Aha. Hát számszeríja, meg nyilvesszővel, na a Baryonyx versus Spino. Nézzük, hogy ki nyer. Amit szerintem a Baryonyx. A nagy szart. Hello. Hello. Nagyon egyszerre vannak. Na, ki fog nyerni? Na. A Baryonyx nyert. Hagyjad. Na. Komoly. Ő azt hiszem bolázható. Attól még kell neki nyíl, valószínűleg. Kis bunkunkkal nem tudjuk kiütni, de... Az jó lesz. És a Petra be is szelidült közben. Zsír. Egyetemet, ez easy. Crossbow, az már fel van oldva. Metal hit. Hát vagy tudunk sima íjat. Hát talán jó lenne. Hát egyik kis vasat talán ki tudunk szedni. Akár azokból, de ha jól tudom, a vízbe lévő kövekbe több vas van. Azokban a pici kövekbe. Aha, egyet már találtam. Most mondjuk inkább flintet szedek ugye a nyilvesszőkhöz. Aha. Nem kell lenni fog ahhoz. De közben úgy dobálgatni a vasat. Csákánnyal adja a vasat, ugye? Hát eddig én azzal szedtem. Ááá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 á Kettő is. Már tört a spear. Úgy néz ki. Az átonyra futott. Egy tűernyő, az mekkora hack. Az jó. Hát ha van annyi lélek jelenlétet, hogy használd, akkor igen. Jó. Ugye két vas kiégetéséből lesz egy vas, szóval... Ja. Aha. Na ezekben a kiskövekben van elvileg sok vas. Itt a víz alatt van, ahol a pirányja csak is. Csak más is van. Ó, ez is. Ez mit ad? Figyeld már. Ad valami... biót. Ma? Ez mi? Olaj. Ó, ja igen, vannak ezek... Ah, ezt mindig a havason szereztünk nagy mennyiséget, arra emlékszem. Azt hiszem, ez itt adja, ez a... nem tudom mi lehet ez. Vagy ló, vagy... vagy ilyen kora, vagy nem tudom minek hívják ezt. Akkor jó, kis mennyiségbe lehet onnan is. Ja. Aha, csak ez adja. Ez a színű, és van egy pár. Úgyhogy van olajunk. Jó, akkor ezt megjegyezzük. Igen. Hát ez majd a Esztergő géphez kell, ha jól emlékszem, aha, meg ilyenek.
Hát ő üzemanyaghoz. Ja, igen, meg az is. Na hát én craftoltam egy 80 nyilvesszőt. Az egy darabig elég lesz. Meg akkor készülhetnek a izék a mérgező nyilvesszők. Ja, ahhoz kell narkotik, meg nyilvessző, sima nyilvessző. Ja, azzal szkenneled a területet, hogy ja, ugye van-e... és találtam is enemit is. Igen, ha piros, az azt jelenti, hogy támadó enemi, húsevő. Aha. Ha meg már zöld, azt hiszem, akkor pedig jó. Na, no, megvan a vas. Készítem a számszeríjat. Oké. Okay. Jó, megvan a 19 narkotik. Abból 19 nyilvessző. Így van. Abból kifekszik. Úgyhogy mehetünk is. Mindjárt. Csak kéne még a crossbow. Ja, igen. Íg. A vas. Na, megvagyunk. Ott van mind a kettőnknek a... Feri, most kaptál egy crossbow-t. Milyen szart csinálsz? Ja. Szerinted mire grindoltunk? Ja. Na, szóval megvan a kettő darab crossbow. És hát időközben én is elkezdtem kifagyni. Ami azt eredményezte, hogy... Úgy minden grindolásunknak annyi. Igen, kezdhetjük szóval, előről. Hát visszaadoltuk igazából. Igen. Hát meggyorsítottuk a folyamatot. Gyorsan ilyen eszközökhez kellett folyamodni. De csak azokat, amiket már tényleg kigrindoltunk. Persze. És a kifagyás miatt volt a baj. Reméljük, hogy minél fixálják. Van, ja van bolád. Van a bola. És hát nagyon remélem, hogy itt a 26 kifagyás közepette diszpónolt a Baryonyx. Hát vagy benne van a vízbe, vagy valami. Hát ott van. Hol? Ott messze. Igen. De nem szabad a vízben összeesni, ússzunk át. Mert akkor meg ezért pirányák. Szóval... Igen. Hát meg utána minket is. Na, az meg a másik. Szóval valahol kint kell a parton összeesnie. Ja. Hát odaébb húzzuk. Ja. Csak azt hiszem el fog kezdeni menekülni, szóval... Úgy ja. Határozottan odaébb kell húzni. Jó. De szerintem nem kell neki majd sok nyilvessző azért, ő nem egy nagy testű állat. Mondjuk ez a tisztás, ez itt egyébként egészen jónak tűnik. Hát jó lenne, igen. Nem tudom, lehet bele kéne csűrni egyet. Attól még valószínűleg nem esik össze. Akkor azt én lövöm. És azzal ide hívjuk. Hát ez nem talált. Eltaláltam. Nagyon jó, erre... Most mit csinál? Nem tudom. Jövöget, jövöget. Igen. Szalad. Oké. Okay. Bolázom. Jó. Oké, okay, rajta van. Eltörte a valamimet. Azt hiszem rajta van. X-et ír a bolázásnál, őt nem lehet bolázni. Jóó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 
azt jelenti, hogy már... Hogy nagyon magas a torsporja. És bement a vízbe. Ott érzi jól magát? Hát, aki jön majd, ne lőjé. Elaludt. Hát... Nem tudom, hogy itt ő megfullad-e. Amúgy. Mert amúgy vízilény, szóval nem biztos. Hát, na igen. Egész jónak tűnik. Azt hiszem. Aha. Ja. Narkót? Azt hoztunk? Az megcsináltam, ugye nyílnak. Aha. Nem biztos. Mondjuk elég lassan esik a torpor, és szóval ráérünk. Szerintem addig hazamegyek. Jó, menjél, én addig itt... Ha bírnék, túl messze lenne. Szóval... Ó, az fincsi. Együtt kell mozognunk. Akkor megyünk. Hát figyelj, eddig csak nem lesz itt baja. Mert ha baja lesz, akkor most túl sokat nem tudunk tenni. Hát akkor már nem. Ó, pici dodó. Yes. Ütöd. Három kiváló hús. Tojás. Dodo egg. Megeszem. Jó. De jó, hogy a húvodok éppen itt köröznek körülötte. Csak nem akarják megenni. Amúgy elcsesztük abból a szempontból, hogy nem láttuk, hogy hol van. De ha már raksz bele az inventoriába valamit, onnantól kezdve kezdi el trekkelni. Mondjuk ezt most nem trekkeli. Nem írja, hogy hol van. Pedig amikor a Petrát szelidítettük az előbb, akkor sem mutatta, raktam az inventoriába a cuccokat, és utána már mutatta. Aha. Lehet, hogy az első evés, vagy nem tudom. Hát... Ő nem halat eszik? Mert halhúsom az van, mondom. Csak az a baj, hogy kiváló hát... halhúsom nincsen, azt nem emlékszem, hogy... Hát tedd bele, mert ha azt eszik, akkor abból fog fogyni, nem? Hát igen, csak... Na mindig. Hát úgy legalább... Ó, és most jelent meg.
amint olyan kaját az neki, amit ja, szeret, akkor és már kezdje trekkelni. Mint az állat, hallod? Hát akkor vízé. Elég lesz. Ja, elég lesz már 50%. Akkor jó. Hú, van itt vágya, nagyon helyes, nagyon helyes. Narkó nem is kellett volna, basszus. Nincs rá még nyergünk, ugye? Szerintem nincs. Amúgy hú is jó lenne. Jó lenne. Jó faszedő. Erre van is, kereső, is Dávid, és 49-estől lesz. Tehát ha most beírjuk, hogy... akkor 38. Oké. Jó. Oké, ezt is tudjuk. Szóval mi kell, hód? Tudtuk ezt régen, csak... Lehet. Elfelejtettük. Itt nézem a hódokat, hogy melyik milyen. Egyik 13-as, csak az a baj, hogy itt van mellette a haverja, aki mérges lesz szerintem. A valószínűleg. Ha bántjuk. Jaj, hogy jaj, Jézusom! Jövök, jövök, ütöm! A giga boa genyó! Titanom boa! Az anyjából került ide, az előbb néztem a part, az nem volt semmi. Eltűnt amúgy, vagy kilútoltuk? Ki szétütöttem már. Ja, szétütötted, ja. Addig ütöttem, amíg mozgott, és utána is. 18-as a másik hód. Hát ez se sokkal nagyobb, de igazából faszedésre. Vájna, gyere ide. Aha. Szerintem eléggé könnyen kilőhető. Ha meg a másik is támad, akkor azt is kilőjük. Hát ezt négy izén van. Négy nyilam. Igen. Ja, várjál, van bunkóm. Jó. Esetleg azzal. Direkt, fejbe. Ja, várjál már. Megint levetkőztet. Jó, ennyi volt. Oké. Nem látta a haverja? Yes. Nem mérges rá. Zsír? Mit teszik? Fát? Lehet amúgy. Amúgy szerintem Mayoberit. Ja, Mayoberit szereti. És esik ám a torpórja. Nagyon durván. Jövök. Ott is van. Felé lett. Ó, nagyon mi jó. Legyen a neve? Nem kis tudom. Bari. Kis Bari. Joe. Joe? Legyen Joe. Nyere, Joe! 83-as. Ja, nagyon szép. Aha, és a hód is megette az elsőt, hűha. Őt hogy tudom hívni? Lef, vagy te tudod? Egy darabig. Tével. Ja, tével. Following Cody. Na, jöjj. Megjöttünk. Nice. Hello. Hát mondtam volna, hogy akkor vele lehet menni fejlődni. Szevasz, de hát igen. Hát még hát, az odébb van. Az odébb van, szóval az még először fejlődni kell, hogy vele tudjunk fejlődni. Igen. Zsíri. Anyád, rohadt izé, madár, megette a húsomat, és zsebembe volt. Megy le a nap, meg az FPS-em. Igen, nekem is. Hát ez jó lakott és elment. Jó, az oda ment a többi öt ilyen izéhez. Közben most nézem, hogy van kardunk, Dávid. Oh. 50 vasért cserébe. Jó, mindjárt. Meg, hát meg van sarló, ugye? Amivel lehet a Prime Fish-t. Ja, igen, igen, meg igen. Hogy hívják ott? A Fibert. Ja, a fűből. Igen, mert ugye azt a parasúr nem szedi. És akkor azt meg ezt fogja szedni. Hát figyelj, hogyha már meg lesz a petrenyereg, akkor lehet menni vasé. Ja. Azzal nem lesz baj. Akkor lehet. 0,1%-on van a... A kicsike. Ott is van. Jó. Castoroides. A kis favágó. Hód. Húd. Húd. Jó, gyere húdé, menjünk haza. Nem lehet ráülni, szőrén meglovagóni. Ami vannak olyan állatok, és majdnem ő az egyik, de nem. Nem, az valami más lesz. Igen, na, gyere, a ló? Te. Talán. Ló, van ló. Más nem tudom. Volt. Jaj, bocs, jó. Kicsit belépítettem. Na. Jó van intézni. Jó van, itt vannak. Itt van egy parasúr előttünk, megnézzük. Feri, a számba szartál! Egészségedre! Konkrétan mögötted úsztam és... pont kaptam. Jó van, ezek itt megvédenek minket. Uh-huh. Igazából. Tetszik. Amelyik ott repül, azt mondod? Azt a parát? Vagy mi, bocs. Vagy Petrát? Vagy mi a... Para. Két lábú, ott van. Ja. Hetes. Szerintem öljük meg. Várja. Lényegében line kell, a boostot már megkapjuk. Jó lesz az, valamivel XP-t kell farmolnunk, nincs ja. Sem. Bolád? Csak van, csak... Három nyilvesszor van. Passzívre kell őket rakni. Bunkótól kifekszik. Szerintem egy nyilvesszortól is. Jó, csak majdnem belehalt, de ja. Semmi baj. Jó van, majd felhillelődik.
Hopp, megint a drop ide. Nagyon jó. Megérkezett? Mi a szar, milyen lába van? Egészen máshogy néz már ki. Ó, Feri, félház benne van. Az igen. Behemót kapu. Hagyj, pont ezt akartam mondani, hogy kéne. Jó, csak nem. Hát el tudjuk vinni, mert olyan nehéz, mint egy ház. Én kivettem én azért. Is. Jó. Vagy oké, hogy a házunkat a kőre akarjuk, de ők még attól még itt sebezhetőek, szóval körbe kéne keríteni itt a kis igen. helyet azért. Hát ő Spike Wall-a, nem? Vagy mi a tök a neve? Tudod, így körbe raktuk igen, a... Igen, igen, a... igen, 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 igen. Meg behemolkodunk. Ez mit keres itt? A hódra már van nyereg? Nincs. Nem tudom, várja. Tehát kasztrói castro... 61-es szintől. Jó. Egyre jobb, Dávid! Fel kell venni a fejszét. Akkor kerítsük már körbe őket. Kéne oda egy behemót kapu, ide egy behemót kapu, meg mondjuk oda egy, tehát három, és közöttük meg tüske. Let's go. Behemót gateway, meg... Úristen, mennyi fa kell hozzá? Mennyi? 1000. Az én monitoromon is ugyanazt írja. Wow. Hiába. Gondoljuk újra. Mi szedi még jól a fát? A stegó. Ha jól tudom. Igen. Nem, vagy stegó? Stegó. A, nem, trike. Vagy stegó? Az nem a követ. Szedi a trike. Várj, nézzük a parancsúr, hogy szedi. Ja, várjál. Hát ő nem szedi jól a fát. De a fából szed izét. Hát, tehát azon nem megyünk sokra. Hát azon nem. Szóval mit akarunk? Menni, a... ölni. Egyenlőre. Meg hát találunk egy stegót is. Gyere a parával. Jó. Mert ha lesz a modár, akkor nagyon sok minden könnyebb lesz és megoldódik. Csak annyi projekt van, hogy... hogy hát... Már se tudjuk, mit csináljunk. Igen. Mik ezek a kis izék? Az a... Trilobite. Hú, az izét ad. Az is olajat, azt hiszem, vagy... Várjál csak. Valamit ad. Baltában, nem? Semmit. What? Nem ad semmit. Hát egyednek kéne. Oké. Okay. Úristen, ott valami... Nagyon... Á, izék, raptorok. Júj. Júj, kettő is. Júj. Júj. Ott egy trike. Jobbra. Ó. Oké. Okay. Egy, kérlek szépen. Ötös. Nem, triceratops. Bocsánat. Hát ez a trike. Ja. Van a trike-nak kicsinye. Szia. Gyere, Feri. Kettő is. Csak mondom. Az nagyon jó. Ónyát, hogy visszaüt. Igen. Kemény. Bírod? Igen. Oké. Okay. Zsír. Nagyon jó. Itt is van alattunk a kis picike. Gyere papához. Ne szaladj el. Szevasz. Na, a másik kis itt van. Mi ez? A izé! Raptor! Megölt a valamit. Nagy a baj. A... Jó, egy halt. Komolyan az egyik trike 33-as volt és azt tölte meg. És a 7-es maradt életbe. Jaj, jöjjön meg, mi a kis feje van. Ama milyen nagy lett. Ja. Trinyó. Bökős inkább. Bökős. Ja. Jó, pillanatok múlva megnő. Itt van valami. Mi? Az mi? A szikla? Támad? Ott... Kis Ovi. Hey. Vagy mi? Nem, Dilo, bocs. Meghaltok. Jó, Hát szépen kiírta a nevét. Böks. Menjünk haza, és ha útközben megölünk valamit, akkor én meg vagyok 36-os, és az kell a nyerekhez, ugye? Azt hiszem. 38, basszus. Jó. Jó, nem baj, van trike-unk, tudunk... Ott van még egy parasúr. ...dolgokat neki. Csinálni. Kraftolással is megy majd az XP-nk. Uh-huh. Na, fel is nőtt a trike. Na, nice. Lehet neki a nyerget. Uh-huh. Ott is van. Uh-huh. A kis bökős. Na nézzed, hogy mennyi fát szed. Neki jó sok izét kell adni, súlyt. Aha. Hogy bírja. Hát mindent szed, csak fát nem. Hát... Volt, akkor keverem a stegóval. Hát lehet. Ez inkább bogyót szed.
Az nagyon jó. Azért nagyon szedi a fáról a szalmát, vagy mi az. Aha. És már tele is van, meg felment a torpor, hogy mindjárt meg... Mi a szar? Hát, jó, jó ember, van. Mi van veled? Arról annyit. Hát 55 fát szedtem ki ennyi idő alatt, mondjuk nem rossz. Aha, végül is. Hát legalább sokat bír, ha hívod magaddal és baltával vágod a fát és belepakolod a ja, fát, igen, akkor igen, legalább igen. Egy izének jó, hogy hordárnak. Mondjuk amúgy meg nem jó, mert hamar kivágja a fát és nem ad sokat. Uh-huh. Szóval akkor inkább úgy érdemes, hogy akkor én vágom ki. Aha. Ez mi akar lenni? Az a piros. Szíve. Szív ikon. Bajod van a szíveddel? De hogy miért, az nem tudom. Ja, hát egy valami... fából kijött 20 fa a kis kőbaltámmal, szóval az nem azt mondom. Aha. Gilli cuccok, mi a szar? Jó nézhetünk ki benne. Terror Bird nyereg, Dávid? Mindjárt. Szalidítem. Az szép egy madár. Baleset. Mi a szar? Ja igen, annak van ilyen öklelője. Jobb klikkel így felcsárgyolta magát, figyeld. Ilyen elkezd kaparni, mint a izé. A macska az almot, és akkor megindul, és ilyen gyorsan elkezd futni. Oh. Amíg le nem telik az a szar. Ha megállok, akkor... Ja nem, ja, hogy ez fut magától. Aha. Oké. Okay. Jó, szerintem elég lesz egy kapu. Ja. Azon is be tudunk jönni. Hagyjad már, Gilli ruha jobb, mint a izé. Hide. Na nézzük, akkor hol legyen ja, a kapu? Jó. Mondjuk... Hát... Így, és akkor ott akkor el lehet kanyarodni. Innen járunk úgy sokat, úgy. Okay. Nem? Ja, csak azért vagy... megkerülni is tudjuk. Ja, aha. Osztrot, ez mekkora. Igen. Ha mondjuk behemót. És akkor közben lehet craftolni ugye a... Spike-okat. Wood spike volt. Szóval ezt meg... Disable snapping. Aha, lehet snappingelni. Uh-huh. Így kijöjjünk így. Így errefele. Aha. Nagyon jó. Ez eddig is ilyen nagy volt. Én picikére emlékszem. Ekkorka volt, ja. Oké, hát jó, mondjuk kell azért, na. Dinók ellen. Kűbőr is kell hozzá? Ja. Az cumi. De már megvan a Petra nyeregem. Yes! Na. Ami azt jelenti, hogy... 230 bőr kell hozzá! Szerintem hát... Akkor... Izé. Hát menjünk ölni, nem? Ja. És akkor azokból kiszedjük. 32 fok van, Dávid, hogy jövünk be az erdőbe. Már kiírt, hogy melegen van, meg fogok pusztulni. Hát ez ilyen rohadok erdő. El. Se T-rex, se semmi még. Olyan helyen vagyunk, ahol nem. Nem, pedig erre már... Jó, T-rex azért nem, de Carnom az elő szokott fordulni. Hát a Carnom, meg az a tököm madár. Tudod, ja. az is... Ja, ja. Azt hittem kígyó, menj már. Lehet, hogy ilyen szempontból is balanszolták azért. Lehet, ez még az easy terület. Jó, hát azért nagy a map, na. Van, lesz majd. Ja. Úgyis. Na, kérned kellett a madarat. Jaj, ne csak a madarat, ne, az olyan undorító. 20-as. Az úgy ver minket agyon. Igen. Szóval nem lenne holnap. És nagyon menjünk közel, mert végünk lesz. Sok trike. Persze nyilván a madár fele van a sok trike. 67-es. Ez lehet, hogy nem lett átgondolva. Azt mondod. Ha? 21-et sebez, várj, mert hát izével többet sebzek. Hát jó, igen. Meg... mindjárt hal. Jó, akkor... Hoppá. Jó, mondjuk úgy nem a izénk fejlődik a parasút. Mindjárt én is meghalok, jó. Figyeld a madarat. Jó, ez ilyen közel van. Uh-huh. És ugye ő azért szar az a hülye madár, mert minket sebez, nem a dínót, vagy minket is. És leüt róla. Igen. Uh-huh. Jó, oké. Okay. Menjünk innen. Ide kellett volna beköltöznünk, milyen aranyos kis hely. Ja, és sose látod, hogy mi ugrik el a pár. Igen. Tök jó. Ez mi? De kincset ja, találtam. Az a izé. Az XP boostodat tudod? Tényleg. Felveszed. Az nice. És az állatnak is, hogyha állattal veszed fel, vagy mi a...
Beszél valami csávó. Hát mindjárt meghal a gépem. Nagyon jó. Ugyanúgy nem érdekel. Hát de még csak felirat sincs, hát estrom olvasni. Ja, meg ugye alapból a XP-t is. Már két szintet fejlődtem. Hallod, ez azóta beszél valami. De nem is értem. Next Expedition, meg mit tudom. És akkor show buff, aha. Ja. Dupla XP. 5 perc, azt hiszem. Nem, 10. Akkor nyomjuk. Ó, ott a hódos sziget, azt hiszem az az. Emlékszel, ott szerítettünk annó hódot. Hódos sziget. Aha. Úgy emlékszem, az az. Uh-huh. Lehet. Nem, ez hogy működik amúgy? Dir! Nem is jön le? Nem. Még a HP-m sem ment le. Pedig kiad valami sárga. Megy fel a torporja üzének. Kajak? Egy picit. Hát mondjuk ez nem sok. Még jó, hogy dobott ilyet. Shotgun? Az mondjuk lecraftolnám. Hát a mód után hát vele. Az a baj vele. 70-es, jól látom. Uh-huh. Húha, fél HP-n van. Júj. Na majdnem én is. 3 szintet léptem. Mi a fos? Az tök jó, én egyet sem. Hát, ha megesz valami cápa. Uh-huh. Az még jó. Jaj, süllyedünk. Ja, nyomni a space-t. Jéj, végre van repcsi, azóta lépett egy pár szintet, stamina mint az állat, meg amíg van izé XP bónuszom, addig megyek vele egy kört. Jó. És ezzel tudok hozni bőrt, nem sokat, de könnyebb egy fokkal, az is. Messzire mész, mert akkor én megyek utána. Ajjaj. Várj, ezt mindjárt kitaláljuk, csak még 30 vagy lépjek ki addig. Most akkor húzlak? Még nem, majd mindjárt, most. Na jó, mindent megőtünk. Hát én taxizok. Mondjuk azt. Ja, mindegy, elfogyott az XP boost. Figyelj, mert nem volt az a sziklás terv, de szerintem elengedhetjük, mert annyira nem durva ez a környék, főleg így már annyira nem. Fal. Szóval jó lesz ez itt. Egyik oldal kész van. Uh-huh. Jön a másik. Hülye! Belerepül. Na, hát időközben átgondoltuk egy kicsit. Igen. És az úgy nem volt nagyon jó, hogy oda nyílt a sziklás részre a kapu, úgyhogy átraktuk ide. És akkor ez egy bejárat lesz. Vagy beúszunk még a vízből. Ja, de akkor így kész van az alaptábor. Ja, így ott megvagyunk. A kapu, erre a kerítés. Nyilván egészen nehezen tud ide bejönni bármi. Majd egy, még... egy-két rész és kicsi lesz, opa. Szóval. Ja, persze. Úgyhogy de ez... nem is tervezünk itt nagyon sokáig maradni. Ja, arra jó lesz, hogy nem észárolják le itt a dínóinkat. Ja. Még nem vagyunk itthon. Talán majd még itt is a vízik érdemes kihozni. Uh-huh. De ez így 1.0-as verziónak kifejezetten jó. És akkor így a sziklás ötletet elengedtük, mert igazából hát azt el, igen. Szóval, ja. No, hát akkor innen folytatjuk legközelebb, a család is azért bűvül szépen, jó dinónk vannak, ez a Baryonyx, szerintem nagyon-nagyon fajn lesz majd itten később. Uh-huh. Hogyha tetszett a rész, srácok, és szeretitek, hogy még orkázzunk, akkor mindenképpen dobjatok egy lájkot, és iratkozzatok fel, csatlakozzatok a csapatba, sziasztok!